Köszöntöm Önöket! A Pécs TV híradóját látják, főbb híreink néhány mondatban. Jótékonykodás, házhoz szállították az adományokat Pécsett. Új lakó az állatkertben, már rozsomákot is láthatunk a pécsi zúban. Kertvárosi templomépítés, április 13-án az új kápolnában celebrálnak misét. Több mint 100 000 forint értékben kapott tartós élelmiszercsomagot a Baranya megyei gyermekvédelmi központ egy pécsi áruháztól. A városban 20 éve működő bevásárlóközpont 5 éve foglalkozik adományozással Baranya megyében. Most egy új szolgáltatás bevezetése miatt döntöttek úgy, hogy a rászorulókat is támogatják. A tartós élelmiszerek mellett gyümölcsök is kerültek abba a teherautóba, ami mostantól Pécs utcáit járja majd. A városban 20 éve működő áruházlánc április 5-e óta foglalkozik online kiszállítással is. 1,5 millió háztartást érünk el jelenleg a szolgáltatással Magyarországon. Pécs környékén 50 000 háztartást fogunk most elérni, 4 autóval, 22 új belépővel. Ez körülbelül 187 000 lakos, aki élhet ebben a lehetőséggel. Az online szolgáltatás pécsi bevezetése apropóján jótékonysági adományok házhoz szállítására is sor kerül. 2014 óta foglalkozunk adományok átadásával, tartós élelmiszerek mentésével. Azóta 1200 tonna élelmiszert adtunk át a Baranya megyei áruházakban. Jelenleg Magyarországon 204 Tesco áruház működik, ebből 174 áruházban folyik élelmiszermentés, és szeretnénk tovább is bővülni. Az élelmiszerek átadását Pécs polgármestere is megköszönte. Páva Zsolt hangsúlyozta, a városban 20 éve vásárolhatnak az áruházban a pécsiek, és a városnak mindig is jó volt a viszonya az itt immáron 4 helyen működő bevásárlóközponttal. A itt élő emberek, a itt működő cégek, az önkormányzatnak minden tekintetben napi szinten kellett működni, hogy a város jól működjön, a közösségnek a kiszolgálása, a működőknek a minél jobb és magasabb szinten való ellátása meg tudom valósulni. Az élelmiszeradományt a Baranya megyei gyermekvédelmi központ és területi gyermekvédelmi szakszolgálat számára juttatják el, akik napi szinten segítik az otthont nyújtó ellátást, nevelőszülői hálózat, illetve gyermek- és lakásotthonok működtetését, és működtetik a gyermekvédelmi szakszolgáltatást. Rozsomákkal bővült a pécsi állatkert ragadozó állománya. Vadim érkezésével a pécsi a harmadik olyan magyarországi állatkert, ahol a látogatók élőben csodálhatják meg a mennyétféle ragadozók legnagyobb testű képviselőjét. Egyelőre kicsit megszeppenve, ugyanakkor érdeklődve sétálgat új lakhelyén Vadim a rozsomák. Az állat februárban Csehországból érkezett a pécsi állatkertbe, ahol az elmúlt hetekben kötelező orvosi vizsgálatokon esett át, majd az előírt karantén leteltével a napokban mutatták be a nagy közönségnek. A szállítás zökkenőmentesen történt Csehországból, és amikor megérkezett az állatkert karanténházába került. Elég érdeklődő volt, nagyon jól viselte az új közeget, és a kollégáim beszámolása szerint is egy nagyon érdeklődő, nagyon jó indulatú állatról van szó. A népiesen torkosborznak nevezett rozsomák jelenleg egy a lámák lakhelyéből átalakított kifutóban tölti napjait. A tervek szerint hamarosan beköltözhet végső helyére, a ragadozó állatok részlegébe. A kifutót úgy tervezték meg, hogy egyrészt biztosítani tudják a rendkívül intelligens állat számára kellőképpen ingergazdag környezetet, másrészt a megfelelő biztonsági előírások betartása is fontos volt. A rozsomák ugyanis kisebb termete ellenére jelenleg az állatkert egyik legveszélyesebb ragadozója. Kifutónak a belső környezetgazdagítási elemei úgy lettek elhelyezve, hogy az állatnak a viselkedéséhez minél inkább illeszkedjenek, játékra, mozgásra bírja az állatot, minél többet meg tudjon ő tartani a természetes viselkedéséből. Vadim láthatóan jól érzi magát Pécsett, élvezi a népszerűséget és kíváncsian figyeli a látogatókat, akik a kifutó üvegfalán keresztül csodálják, fényképezik. A
Az értékmentés mellett az oktatás magas szintű minőségének biztosítása is kiemelt feladat az ormánságban. A Baranyai Református Egyházmegye ezért felújítja és bővíti a Drávafoki iskolát, ami a Református Kollégium tagintézménye. A fejlesztést egy EFO pályázaton elnyert 456 millió forintos visszanemtérítendő támogatásból finanszírozzák, amihez az intézmény további mintegy 10%-nyi önrésszel járul hozzá. A munkálatok megkezdődtek, várhatóan jövő év végére készül el a 21. századi követelményeknek megfelelő infrastruktúrával rendelkező iskola. Sajtótájékoztatón ismertette a Pécsi Református Kollégium és a Baranyai Református Egyházmegye ormánsági iskola fejlesztési terveiket. Hoppál Péter országgyűlési képviselő, egyben a Református Kollégium igazgatótanácsi elnöke elmondta, a Drávafoki iskola 1948-ig az államosításig református oktatási intézményként működött. 2008-ban számos kislétszámú iskolát bezártak, köztük a Drávafokit is. A Baranyai Református Egyházmegye ekkor vette át az iskola fenntartását, amely így a Pécsi Református Kollégium tagintézménye lett, hiszen a Baranyai Református Közösség az ormánságban gyökerezik. Ha megnézzük azt, hogy Pécs városának a reformátussága milyen gyökerekre tekinthet vissza, azt látjuk, hogy jelentős részben az ormánságból bevándorolt református családoknak a sarjai élnek itt, és alkotják a gyülekezeteinket, akár a belvárosit, akár a kertvárosit. Fontos számunkra az, hogy egy kicsit az ősök emlékének is tisztelegve, de ugyanakkor azok iránt is megbecsülésünket fejezzük ki, akik az ormánságban élnek ma. 10 évvel ezelőtt 55-en, idén már 90-en kezdték a tanévet az iskolában. Éppen ezért szükségessé vált a bővítés. Most egy EFO pályázaton 456 millió forintos visszanemtérítendő támogatást nyert el a fenntartó, amelyből tornatermet építenek, valamint felújítják és bővítik a meglévő épületet. Látjuk, hogy saját erő felmutatása is szükséges lesz, tehát a Pécsi Református Kollégium és a fenntartó közös egyetértéssel körülbelül egy 10%-os saját erőt fog hozzátenni ez a beruházáshoz, hogy teljes körűen meg tudjuk valósítani a vállalt célokat, fejlesztési négyzetmétereket, illetve azt a tartalmat, amely az oktatásnak a modern 21. századi feltételrendszerét tudjuk biztosítani. A fejlesztési munkálatok megkezdődtek. A bővített és felújított Drávafoki tagintézmény várhatóan jövő év végére készül el. Új templom épül hamarosan Kertvárosban, ám a híveknek addig sem kell várniuk, hogy a plébániához tartozó közösségi életbe bekapcsolódhassanak. Amíg a templom elkészül, kápolnát alakítottak ki Kertváros központjában a Nagy Imre úton, ahol ezen a héten mutatják be az első szentmisét. Még bőven folyik a munka a kertvárosi kápolna belső tereiben, de hamarosan eltűnnek a festékes vödrök, létrák és az egyéb építési, szépítési kellékek. Szombaton este ugyanis már szentmisét mutatnak be a kápolnában. Hála és öröm van a szívemben, hogy megélhetjük ezt a napot is, hogy jövő szombaton, virágvasárnap előtti szombaton este 6 órakor kezdődnek itt a szentmisék, és hát utána folyamatosan szentmisék, közösségi élet, és várunk mindenkit sok szeretettel. Egy új kertvárosi plébánia régi vágya volt a helyieknek. Kertváros ugyanis a legsűrűbben lakott városrész, Magyarország legnépesebb lakótelepe. Igen magas a katolikusok száma, akik eddig a Szent Erzsébet plébániához tartoztak. A hívek eddig a plébánia templom mellett két kisebb, az idősek számára nehezen megközelíthető templomban vehettek részt a liturgikus eseményeken. Ezért tavaly megkezdődtek a szervezési munkálatok, így megalakult Kertváros második plébániája, amely Szent II. János Pál nevét viseli, és Nagy Árpád, Postavölgy, Kökény, Kesző, valamint Gyót tartozik majd az ellátási területéhez. Elsőként a volt panoráma presszót alakítják át ideiglenes kápolnává, így a templom építése alatt is formálódhat a hívek közössége. Nagyon nagy jelentősége van, hogy megszületett a szándék és akarat, hogy itt egy új templom épüljön, és ennek, mint egy előhírnöke, vagy nyugodtan lehet mondani katalizátora, vagy segédreaktora a kis kápolna, ami segít a közösséget életre kelni, és segíti a közösségi alkalmakat kialakítani, hogy aztán, amikor majd ez erőssé válik, akkor ne csak a kő templomra figyeljünk, hanem már legyen a lélek templomáról is szó és tapasztalat.
A kápolnában tavaly télen kezdődött meg a közösségi élet, amikor adventi gyertyagyújtásra várták a híveket. Idén innen indult a kertvárosi szabadtéri keresztút, és április 13-án szombaton este 6 órakor ünneplik először közösen a szentmisét a hívek, amelyre várják nem csak a környéken élőket, hanem mindazokat, akik imáikkal, részvételükkel támogatják az új közösség kialakulását. Jótékonysági futást hirdet a PTS Sportiroda Fuszentéért elnevezéssel. A nevezési díjakból befolyt összeget a nagyon ritka betegségben, csontvelő izomsorvadásban szenvedő kisgyermek gyógykezelésére fordítják. Az egyetem által szervezett jótékonysági futóverseny április 24-én 17 órakor kezdődik. Minden futó jótékony részvételét emlékpólóval jutalmazzák. A versenyre online is lehet regisztrálni április 10-e és 21-e között a www.egyetemisport.pte.hu oldalon. További információ szintén az egyetem honlapján található. Április 13-án különleges szakmai napra és bemutatóra várják az érdeklődőket a nagykozári polgárőrök. A program részleteiről Fuksa Ágnest, a Nagykozári Polgárőr Egyesület elnökét kérdezem. Köszöntöm a stúdióban. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy itt lehetek. Április 13-án szombaton ugye egy szakmai napot és bemutatót tartanak, milyen programokkal készülnek aznapra? Ez a szakmai nap a polgárőrség életét és a társszervekkel való összehangolt munkát fogja bemutatni ezen a napon. Egy igen látványos bemutató lesz tűzoltókkal, mentőkkel, rendőrséggel, még ha az időjárás kegyes lesz, gírokopter is meg fog jelenni fönn a légtérbe. Milyen forrásból valósul meg a rendezvény? Az emberi alapkezelő írt ki 2018 évben egy pályázatot, kimondottan szakmai napra, civil egyesületeknek. Ennek a pályázatnak az 50%-át sikerült egyesületünknek megnyerni, a hiányzó 50%-ot pedig az önkormányzatunk kipotolta. Mikor jött létre egyébként az egyesület? 2007. május 4-én alakultunk. Milyen céllal jöttek létre? Hát ugye a közrend közbiztonság fenntartása és annak javítása, abban az időben a településen igen sok volt a besurranó tolvajlás, a betörések, akkor döntött úgy egy pár lakó, hogy ez ügyben valamit kellett tenni, és akkor 29 fővel alakultunk meg. Mi a legfontosabb feladata egy polgárőrnek? A közrend közbiztonság fenntartása és a lakossággal való kapcsolaterősítés, a lakosságnak a szubjektív biztonságérzetét a rendőrség együttműködve erősíteni. Milyen eszközparkkal rendelkeznek? Mi jelen pillanatban egy terepjáró gépkocsival, amit szintén pályázat útján nyertünk, 4 évvel ezelőtt 2 darab kerékpárral rendelkezünk. Hogyan lehet valakiből polgárőr? Magyarországon, ha a 18 év felettieket nézzük, minden büntetlen előéletű, és most már nem csak magyar állampolgár, hanem Magyarországon tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgár is lehet, amennyiben vállalja az egyesületnek az alapszabályának a betartását, elvégez egy alapismereti tanfolyamot, vizsgát tesz, mert most már ehhez is köti a törvény, hogy közterületen legyen, és természetesen adott egyesület befogadja soraiba. Hogyan kell elképzelni egyébként a polgárőröknek a munkavégzését? Munkavégzését nem is munkának nevezném, ezt inkább egy hobbinak, ugyanis ugye mi ezt díjazás és ellenszolgáltatás nélkül végezzük. Ők teljesen szabadidőnkben, önkéntes alapon. Általában úgy működik, hogy heti vezényléssel működünk, de ezt egyesületek válogatja, van, aki 2 hetes havi, mert ugye attól függ, családi élet van, munkahely van. Általában az éjszakai órák, a hétvége az, amikor nagyobb óraszámba tudunk kint lenni, mert szerencsére nálunk minden polgárőr dolgozik. Készülnek esetleg valamilyen más rendezvényre is a jövőben? Közeljövőben nem terveztünk, előtte nem sokkal, 2 évvel ezelőtt volt egy megyei járőrversenyünk, és elég sok a rendőrségek közös óraszámunk, a lakókörnyezetben önkormányzati felkérés, szomszédos település, úgyhogy nagyobb rendezvényt nem tervezünk. Akkor mik a más tervek a jövőben? Hát szeretnénk bővíteni a létszámot, ugyanis ugye elég sokan távoztak azért külföldre, sajnos haláleset is volt az egyesületbe, arra szeretnénk toborozni, meg az ifjú polgárőröket szeretnénk bevonni, mi ugye a törvény lehetőséget ad, 14 és 18 éves kor között ifjú polgárőre. Nagyon nehezen lehet még a fiatalokat ebbe az irányba elmozdítani, erre próbálunk majd valamit, megoldást találni.
Ha valaki esetleg szeretne önökhöz jelentkezni, akkor azt hol és hogyan teheti meg? Az Egyesületnek van honlapja, minket is személyesen elérnek önkormányzatnál is, tehát bárki ránk keres, megtalálnak minket elérhetőséggel együtt. Köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Főbb híreink még egyszer néhány mondatban. Jótékonykodás, házhoz szállították az adományokat Pécsett. Új lakó az állatkertben, már rozsomákot is láthatunk a pécsi zúban. Kertvárosi templomépítés, április 13-án az új kápolnában celebrálnak misét. Híradónk végén néhány szó az időjárásról. Folytatódik a hűvös, csapadékos idő térségünkben, éjszaka többfelé várható kisebb eső, zápor. Pénteken hajnalban 6 fokot mérhetünk, a hét utolsó munkanapján borongós időre további csapadékra számíthatunk. Az északi, északnyugati szél többfelé megélénkül, a legmagasabb nappali hőmérséklet 10-12 fok között alakul. Önök a Pécs TV híradóját látták, köszönjük megtisztelő figyelmüket, friss hírekkel legközelebb holnap este 7 órakor jelentkezünk, viszontlátásra!